Szombat délután is folytatódtak a csatározások a görög-török szárazföldi határnál Kasztaniesz közelében. Migránsok egy csoportja megpróbálta lebontani a kerítést, hogy bejusson az Európai Unióba. Mások eközben kövekkel dobálták a görög biztonsági erőket, akik könnygázzal és vízágyúval válaszoltak. A legutóbbi összetűzésekben két migráns megsérült. Görög tisztségviselők közlése szerint a határőrök az elmúlt 24 órában 27 embert tartóztattak le, többségük Pakisztánból vagy Afganisztánból érkezett. A görög hatóságok egy nap leforgása alatt csaknem 1300 illegális határátlépést akadályoztak meg. Ha az utóbbi 8 napot nézzük, akkor ez a szám több ezerre rúg. A könnygáz ezen a határszakaszon lassan már bevált gyakorlat, mondja az Euronews tudósítója. A migránsok is kilövik a görög rendvédelmiek felé, és közben megrohamozzák a kerítést.